Kedves nézőink, üdvözlöm Önöket, ez itt a művészbejáró. A mai vendégem egy csodálatos hang, csodálatos színművész, és képzeljük el, 22 éve Újpesten él, Kertész Péter. Nagyon sok szeretettel köszöntöm, művész úr. Köszönöm szépen, hogy eljött ide közénk. Nagyon szívesen jöttem. A hangja olyan csodálatos, szerintem nincs olyan magyar ember, aki ne kapná a fejét. Tudja, hogy ennyire népszerű és ennyire szeretett az ön csodálatos orgánuma? Hát igen, erről nem tehetek. Mindig ezt szoktam mondani. A hangjával az ember születik, illetve hát hangszalagjaival, ami aztán idővel egy bizonyos hang... Apámtól örököltem különben a hangomat annak idején, mikor hát ő nagyon fiatalon meghalt, de amikor még élt, és én még fiatal gyerek voltam, 18-19 éves, akkor összetévesztették mindig a hangunkat a telefonban. Tényleg már akkor lehet ennyire? Igen, valami... már, hát nem, mondjuk nem olyan volt még a hangom, mint most, azt a régi szinkronokból látom, hallom, mikor ugye nagyon gyakran levetítik, főleg karácsonykor a Ben Hurt, Igen. amiben ugye a főszerepet szinkronizáltam, hát ott érzem, hogy mennyire más volt még a hangom akkor, ezelőtt, 40 évvel vagy 45-tel, de a lényegében azért az ember hangja az, az marad. Ugye nagyon sokat forgat, ugye beszélgettünk arról, hogy nagyszinkronok, de ugye rengeteget, rengeteg filmet forgatott régebben is, és egyébként mai napig is szeretik ugye, fi, hívni filmforgatásokra. Elárulja nekünk, hogy egy 30-40 évvel ezelőtti volt olyan év, amikor tudom, hogy három nagyjátékfilmet is forgatott. És a, a, mai, a mai filmes világ között mi a különbség? Most szinkronról beszélünk, vagy forgatásról? Most filmről, filmről. beszélünk. Hogy mi a különbség a igen, mai. Igen, igen. Hát igazából sok különbség nincs. Mondjuk a különbség annyi, hogy manapság már jobban ki van szolgálva az a forgatáson, tehát többen sűrögnek forognak körülötte, mint annak idején, bár annak idején is volt elég személyzet. De most ellátásban, meg ilyesmiben már sokat fejlődtünk feljöttünk a nyugati szintre. A film minőségében pedig szerintem az akkor is jó magyar filmek születtek, és ma úgy látom, hogy ma megint kezdenek feltörni a magyar filmek. Én azt gondolom, hogy azért ön az elég szerencsés színművészek közé tartozik, hogy évtizedeken keresztül így az érdeklődés például a filmes világban így megmaradt ön iránt. Ön is ezt érzi? Mert ugye láttam, hogy például a hát, Napszáltában is játszott. Hol, miben? A, na, a Napszált, a, a, az a, ugye a Igen, 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 abban de abban játszott. végül szerencsétlenül alakult a dolog, mert egy jelenetem volt, és azt kivágták. <laughs> Ö, Nagy... Bocsánat, én azt közepette. hittem, hogy én nem, hogy én nem ismertem fölönt. Nem, 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 biztos nem. Ismertem a fel. Nagyon gyakran előfordul, és nem azért, mert rosszul sikerült. A nemes Laci elnézést is kért, de hát előfordul, hogy túl hosszú lesz a film, uh -huh. meg amikor amikor a rendező összevágja, akkor bizonyos dolgok nem stimmelnek, és akkor a vágás azért van, hogy, hogy végleges formába öntsék a filmet, és sok minden kiszokott maradni. Uh -huh. Mennyire vigyáz most önmagára, miért tudom jól, hogy azért most is aktívan jár szinkronban? A járvány miatt? Igen, hát igen. Hát amennyire, amennyire lehet, maszkot hordok, itt van a kezemben most is, nem nagyon megyek tömegbe, ugye hát már nem is nagyon moziba, színházba sajnos már nem lehet menni, egyelőre, remélem, hogy nem sokára feloldják ezt. Hát, mint mindenki, én is félek, de nem rettegek. Tehát, nem hagyja, hogy eluralkodjon magán az, hogy folyamatosan, ugye, főleg ugye az idősebb korosztály vigyázzanak magukra, ne menjenek fölöslegesen. De hát ugye a munka az meg van? Igen, hát az is olyan, hogy az ember vagy vállalja, vagy nem. Én a szinkronban az a jó mostanában, ugye annak idején mindig partnerekkel állt az ember a, a mikrofon előtt, de manapság a sok-sok csatornára tudják fölvenni az ember hangját, tehát elég, hogyha egyedül odaáll az ember a mikrofon elé, és mintha beszélgetne a partnerével, tehát nem kell találkozni szinte senkivel. Melyiket szereti jobban? Azt, amikor egy-egy színészt kell leszinkronizálni, vagy az, amikor például alámondásba különböző természetfilmekhez, dokumentumfilmekhez adja én, csodálatos hangját? Én mind a kettőt nagyon szeretem, mai napig is. Az az igazság, hogy ma már kevésbé hívnak, főleg ilyen nagyobb alámondásra. Nyilván azért az én hangom is öregszik. Tehát talán egy fiatalosabb, lendületesebb, Hangvétel az, az jobban fekszik a, a filmekhez, de azért azért mai napig is hívnak és, és dolgozom. Szokták azt mondani mondjuk egy üzletbe vagy egy bankba, hogy bocsánat, annyira ismerős a hangja. <laughs> hát, Felszokták most, kapni az emberek a fejüket? Hát persze, most legutóbb például vettünk a feleségemmel két nadrágot, mert már nagyon le voltam rongyolódva, és Mind a kettő egyformán hosszú, tehát tökéletesen passzol, csak hosszú, tehát föl kell hajtatni. Van a közelünkben egy ilyen szabó, aki ilyesmit vállal, és bevittem a két madrágot, odaadtam, közben, ugye fölhajtottam, lemérte rajtam, és akkor mondtam két mondatot, de ahogy kinyitottam a szám, az egyik varrónő föl, fölkapta a fejét a, a műhelybe, Jaj, tudtam, szerintem, tudtam, olyan ismerős volt a hangja. Ja, mert kérdezte a Szabó a nevemet, hogy Igen. arra állítsa ki a számlát. Hát persze ez, ez naponta előfordul. De jó, de ez, ez azért öröm, nem? Tehát, hogy szerintem az emberek szeretettét azt, azt nem tudom, olyan Igen. nincs, hogy megunja az ember. Nem? Persze, ez öröm, de igazából akkor volt öröm, amikor nem csak a hangomat ismerték hát, meg, hanem a az arcomat. Is hát lehet. azért azt gondolom, hogy ez a mosolygós tekintet, ami önnek van évtizedek óta, azért a senki nem felejtél. Mondom, az a rengeteg film, színpadi szerep. Szóval nem volt, én nem hiszem gyerekkoromban, nem volt olyan nap, hogy valami, vagy egy sorozat, vagy egy tévéfilm, vagy egy hát tévéjáték. Meg akkor volt rádió is. Igen, hogy ne jöjjön Na, szembe. Manapság már rádióban szinte semmi. Színész szinte előse fordul a rádióban. Hiszen, hiszen az, azt gondolom, hogy elsősorban a rádiót, például csak zenéket adnak, és elsősorban ugye erre koncentrálnak rá. Igen, annak idején rengeteg rádiójáték, versműsor. Azt gondolom, hogy régebben tényleg a színészt, a színművészt arra használták, amit tanult. És ma már azt látom, hogy a színház és a filmezés, vagy a szinkron mellett, ma már például rengeteg súmműsorban is kell szerepelniük, hogy az érdeklődés fenntartsák. Annak idején pedig egy fiatal színész, aki kikirült a színművészeti főiskoláról, tévéfilmekben, tévéjátékokban, nagyjátékfilmekben játszott, és az alapján szerette meg a, a, közönség. Hát igen, egész más volt a szakmánk helyzete, megbecsülése. Hát ma kinyitom a televíziót, akkor az esetek 80 ában celebeket látok, és nem színészeket. Az nagyon ritka, amikor ez a kettő találkozik. Tehát amikor egy színész igazi celeb, hát úgy, a celeb ugye az, hogy híres ember. Mm -hmm. Hát. Ez és egy van. kicsit sajnálja azt, ezt a világot, hogy annak idején egy, hát, a színészt a színész oldaláról ismerték, meg az énekes, meg mint énekes. Sajnálom a mai fiatalokat. <laughs> magamat már nem sajnálom, mert nekem, nekem megvolt az a korszak, amikor, amikor amiről maga beszél. Egyébként Ez. figyeli a fiatalokat? Maga körül szokta figyelni a tehetségeket? Ez is egy nagyon nehéz dolog, mert annak idején ugye a szakma egyrészt sokkal szűkebb volt. Tehát nem volt nagy kunst tudni egymásról. De mindenki tudott mindenkiről. Tehát a vidéki színészek is tudtak egymásról, a pesti színészek is tudtak a vidékiekről. Igaz, hogy akkor volt egy filmszínház, nevű Folyam. újság, Igen. ami mindenről beszámolt, akkor voltak színészekről szóló műsorok a rádióban, a tévében. Manapság már egyrészt fölhigult a szakma, tehát manapság már olyanok is színésznek nevezik magukat, akiknek Mondjuk Nem. három, három évadot forgatott egy utcáról bekerült egy Be. szappanoperába, forgatott két-három oldal, és ki van élve, vagy televízióban igen, színész, hát, vagy színész. Hát Nő. igen, igen, igen. De hát az annak, azért. annak idején ugye mesélt arról, hogy mások már a fiatalok, más az összetétel, más a szakmához való hozzáállás. Önöknek még gondolom, hát főleg megvolt az, hogyha mentek a folyosón, mint fiatal színészek, és mondjuk szembejött jött a vezetőszínész, a vezetőszínésznő, egy nagy sztár vagy az öltözőbe, nem lehetett mellé ülni a büfi asztalnál, egy fiatal színész nem ülhetett a nagy bivajok asztalán. Hát ülhetett, ha oda hívták, vagy ha megengedték neki, de szóval, hogy nem, nem a tekintélyelv attól volt, hogy nagyon fölnéztünk a nagyszínész, az akkor nagyszínészekre, ugye mi kezdők. Manapság ezt is nagyon ritkán látom, hogy a fiatalok olyan tágra nyílt szemekkel és nyílt lélekkel közelítenének az öregekhez. Előfordul és nagyon jó esik, de ennek valahogy így, így is kéne lenni, hogy mert ugye az ember tovább viszi azt, amit az elődei csináltak. Ugye előzmények nélkül nincs semmi. A múlt nélkül nincs jövő. Így van. Ha szabad ezt mondani. Tehát manapság azt mondja az ember egy fiatal színésznek, hogy Darvas Iván vagy Várkonyi Zoltán tágra szemekkel néz, és nem tudja, hogy kicsoda. Nem, nem egy ezt azért nem emberek. tudom elképzelni. Egy fiatal színész sokszor nem tudja, hogy kik voltak az előző korszak nagy nevei. Ez sajnos így van. És egyébként ők alapozták meg, nem például a mai magyar színjátszást? Hát persze. Tehát az ő bátorságuk és tehetségük és újításaik is kellettek ahhoz, hogy például maga a színház és a színészet is fejlődjön. Hát persze, és, és mint ahogy mondtam, hát múlt nélkül nincs jelense és jövőse. A, a színészet az valahonnan, valahova megy, mint ahogy minden, fejlődik, de azért... A, a nagy elődök nélkül nincs, nincs ma se semmi. Voltak nagy mesterek, nagy idolok, önt, a, akit mondjuk állandóan tágra nyílt szemekkel figyelt, vagy próbált Reg, ő tanácsot kérni? Rengetegen voltak, és sokakat közülük személyesen is ismertem. Mersáros Lászlótól, Darvas Ivánon keresztül, és hát a rendezőkről nem is beszélve, Ádám Ottó, Vámos László, Várkonyi Zoltán, <kül> és aki még ma is él és működik, Szinetár Miklós például. Sokan voltak, és sokan, szóval nagyon nagy emberek voltak. És nagyon nagy mogulok voltak, ugye, nagy tehát, hogy nagyon nagy színház teremtők voltak. Ugye, hogy hallgatom önt, ugye például nem lehetett olyan, hogy valaki mondjuk beszédhibás, vagy mondjuk nem, nem rendesen hangsúlyoz. Én most azt látom, ugye a televíziókban, és nagyon sokszor színházakban is, hogy például a helyes magyar beszéd, az érthetőség, az, az már nem, nem számít. Nem fájdalmas ez egy kicsit, mert nekem például igen. Nem, hogy fájdalmas, hanem egyszerűen kibírhatatlan. Tehát én sokszor Elzárom a tévét, amikor hallom, nem csak színészek, de műsorvezetők is, hogy beszélnek. Borzalmas. Borzalmas. A hangsúlyok rossz helyen vannak, a, a, a kiejtés, tehát a, a szép magyar beszéd sehol nincs. Alanyállítmány, ez teljesen mindegy. Jó, igen, igen. Hát mondjuk ilyesmi előfordul szinkronnál is, hogy elém tesznek egy szöveget, ami sokszor olyan magyartalan, hogy... Mondom álljunk meg. Én ezt így nem mondom el. Van időnk rá, hogy kijavítsuk, mert akkor igen, ha nem, akkor én ezt föladom. Maximalista? Én igen. Ilyesmiben pláne. Ja, egyébként Által a színpadon is? Általában a színpadon is, és ebből hát ugye vannak konfliktusok néha. Azt mondják, hogy az igazán tehetséges emberek azért nehéz emberek. Én bizonyos szempontból vagyok, csak nehéz ember. De hát biztos, hogy vannak kollégák, munkatársak, akik megvan rólam a véleményük, hogy jogos-e vagy nem, azt... Azt mondják, hogy akit mindenki szeret, az igazából soha nem csinált semmit az életében. Hát ebben van, van, valami, van valami igazság. Én igyekszem nem megbántani a, a körülöttem lévőket, a kollégákat, de hát előfordul, hogy néha éppen a maximalizmusom miatt... Van és meg ezt, meg. ezt elfogadják? Tehát látják mondjuk, hogy például egy színdarab próbáin azért kér dolgokat, mert mondjuk az előrébb viszi a jelenetet, vagy az előadást? Hát vagy el, érthetőbbé teszi? Aki, aki ezt nem érti meg, vagy nem látja, hogy én mindig soha nem a, a saját érdekemben beszélek, amikor valakit helyre teszek, kritizálok, instruálok, nem az én dolgom, bár most az én dolgom, mert most életemben át, mikor kezdjen az ember rendezni, ha nem 77 éves korában, első rendezésem sajnos félbe szakadt a járvány miatt, de ahogy elmúlik a járvány, akkor a Márai Kassai Polgárok című darabját rendezem. Az nagyon szép. Az éles színben. És Hát hála Istennek a kollégák, akiket rendezek, Oszter Sándor, Papa Dimitri, Atina, hogy csak a főszereplőket mondjam. Nagyon jól dolgozunk együtt, és úgy látom, hogy szeretnek, mint rendezőt. Mint színész talán nem szeretnek, amikor instruálom a partnert. Talán akkor nem is az én dolgom, de nem tudom megállni. Tehát ez a rendező, ez tulajdonképpen bennem van kezdetektől fogva. Azt akartam mondani, hogy lehet, hogy akkor sokkal hamarabb el kellett volna. Igen, pál, lehet, hogy pályát tévesztettem. <laughs> nem, De át szerintem nem, azért mi nagyon örülünk, hogy nem tévesztett pályát. De hogy hogy igen, hogy az pont az jutott az, az eszembe, hogy nem is volt előtte felkérés, vagy nem is gondolt önmagára, de, mint rendező. De volt felkérés nem is tudom hány éve régen, a Tordi Géza barátom, aki ma is nagyon jó barátom, de volt olyan húsz év az életünkben, amikor sülvefővel együtt voltunk, bár sose voltunk egy színházban, de nagyon jóban voltunk. És ő, amikor a Veszprém, Veszprémi Színház főrendezője volt, utána kéne nézni, hogy ez mikor volt régen, Igen. akkor azt mondta nekem, hogy Péter, gyere le, rendezzé valamit, azt a darabot választod, amit akarsz, csak gyere. Mert ő ismert engem, tudta, hogy bennem van rendezői vén, ahogy úgy mondjam. Jól láthatja a dolgot. Csak én akkor nagyon el voltam látva színészileg itt Pesten, rádió, tévé, szinkron, film, és alapvetően egy lusta ember vagyok, bevallom őszintén, és arra gondoltam, és lemenni Veszprémbe, rendezni, sok színésszel bajlódni, nem, inkább Készül, nem. Így. És akkor azt mondtam, hogy nem, és ma már bánom, mert talán ha akkor elkezdem, akkor ma már... Ma rendszeresen a, ül a másik oldalon is. Igen, 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 és, és ezt azért mondom, mert most, hogy belevágtam, élvezem. Tehát de jó. Kifejezetten, kifejezetten élvezetes nekem a próba. Tehát úgy néz ki, hogy ennek a szakmának még vannak olyan bugyrai, amit nem próbált ki. és. Hát ez és... tulajdonképpen nem ugyanaz a szakma, ugyanabban a krecniben van, de azért a rendező az egy, az egy másik szerep. Tehát a színházi szakma. Igen, de a színházhoz természetesen, a színháznak egy másik. Szóval, ha esetleg még jön, jön ilyen jellegű felkérés a művész úr felé, akkor áll elébe nagyon szívesen? Hát ne, nyilván attól is függ, hogy mi, miről van szó, kikkel, tehát ez sok mindentől függ, hogy mi a darab, hogy kik a szereplők. Bár általában ugye a rendező válogatja a szereplőket, de hát egy felkérésnél lehet, hogy a felkérés úgy hangzik, hogy ezekkel és ezekkel, ezt és ezt rendezd meg. Akkor nem biztos, hogy elvállalom. És hogy készül az ünnepekre? Ilyenkor vannak készülődés, vagy inkább az a visszafogott, és azt mondja, hogy a mindennapok is lehetnek akár ünnepek. Családilag, vagy színházilag? Családilag. Hát most színház... Hát most ez most egy, külön, szóval egy egy különleges ünnep lesz, gondolom. Ez a... Én igazából nem vagyok egy ünneplős típus. Én magamat se szeretem ünnepelni. És valahogy ebből fakad az is, hogy én az ünnepeket se, hogy mondjam, nem vagyok egy igazi ünneplős, nem, nem vagyok egy készülődős. egy Szóval. Nem, a, nem, 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 nem járkál otthon a lakásban, vagy most nem. megyünk a díszekért, a fáért, és Nem, és, és valahogy lehet, hogy ez, ez hiba, és. De vannak soks... ilyen típusok, Igen. egyébként én, én magam egyszer, sem vagyok Én ezen. nem akarok másnak látszani, mint amilyen vagyok. Én nem vagyok egy ünneplős típus, nem vagyok egy lelkendezős és lelkesedős típus. Ön, ön az a típusú ember, amit, amit látunk, az, tehát azt kapjuk öntől emberileg, amit látunk? Hát én remélem, hogy látni az értékeimet, amik ha, ha vannak, hogy az talán látszik, és néha érzem, hogy erről, erről kapok visszajelzést, nem csak a családomtól. De az emberek szeretete még mindig ott van önfelé. Igen, amitől néha, néha zavarban is vagyok. <laughs> Ennyi idő után még lehet zavarban igen, az ember? Igen, igen. A rajongástól és a szeretettel? Én, én a sikereimet sem, szóval hogy mondjam, visszatérve az ünneplésre, voltak, voltak tényleg nagy sikereim az életben, a szakmámban, és valahogy mindig eltoltam magamtól az ünneplést, mert amikor nagyon jó voltam valamiben, akkor is úgy éreztem, hogy ez lehet még jobb. Tehát... Ez a maximalizmus. Igen. Igen, ez, ez elég, elég nagy átok. Igen, a maximalista ember az sosem teszi le úgy az ecsetet, sosem jön le úgy a színpadról, vagy sosem áll fel úgy a zongora mellő, hogy azt mondja, hogy igen, most. Igen, van, van, egy nagyon jó barátom, nagyon jó kollégám, nem mondom a nevét, aki ennek az ellenkezője, és én annyira iridlem, hogy fölhívom, megkérdezem, hogy mi volt tegnap az előadáson, akkor azt mondja, hogy Hát ilyen jó még sose volt. Én, én is szárnyaltam. És ezt ez minden alkalommal elmondja. Szóval egyszer nem tudom, hogy ezt hova lehet fokozni. Én meg, én meg ellenkezőleg megkérdezik, hogy te, és lehet, hogy jól ment, azt mondom, hogy hát, volt jobb. Lehetett volna jobb. is? Volt jobb, lehet, lesz jobb. Sajnos ez nem jó. <laughs> nem, mert sosem, sosem tud például gondolom, egy premier bulin olyan olyan elengedve ünnepelni, igen, nem? Igen, hanem igen. akkor is leül és gondolkodik, hogy ezt is, ezt elrontottam, ez vagy ez jobban mehetett volna. Igen, igen, szóval ez van. Kedves művész úr, köszönöm szépen, hogy eljött ide hozzánk, ide közénk, Újpestről ide az Újpest televízióba, és arra kérem, hogy azért még nagyon sokáig halljuk a hangját, nagyon sokáig szeretnénk látni mind a televízióban, a filmvászon és a színpadon. A rendezéshez pedig egy nagy kalappal kívánok. Köszönöm Jó, szépen és a Reméljük, reméljük és minél hamarabb bemutatják az előadást. Reméljük. Köszönöm a meghívást és a beszélgetést. Én köszönöm. Kedves nézünk, ez volt a művészbejáró. Találkozunk jövő héten is. Viszontlátásra!